Nilüfer, Náni vagy Ánfissa. Jövő évtől akár így is anyakönyvezhetik majd a lányokat. Ezeket a neveket ugyanis elfogadta az MTA. Fiúknál többek között a Bentley, Nero és Rico került be a listába, de nem mindenki adna ehhez hasonló különleges nevet saját gyermekének. Nem igazán adnám a gyerekemnek. Ez úgy semmit nem jelent szerintem. Tegnap hallottam a hírekben, hogy egész ilyen érdekes keresztneveket találták ki. Például fiúknál lehet adni a Nero nevet, ami elég érdekes az én számomra. Régebben ugye, amikor bejöttek ezek a brazil szappanoperák, Esmeralda, meg ugye volt a Dallas, a Pamela, akkor tehát mindig a szappanoperák után adták a neveket. Olvastam ezeket, hogy miket fogadtak el, furák. Kíváncsi vagyok, hogy kik fogják így elnevezni a gyerekeiket. Nem igazán, mert lehet, hogy ki sem tudnám mondani majd később, de nem hiszem, hogy szeretnék ilyen neveket. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében egy 5-fős bizottság dönt a listáról, amely jelenleg közel 4000 nevet tartalmaz. Az elfogadásnak azonban több feltétele is van. Magyarországon csak magyar keresztnevet lehet adni. Az is, hogy unisex nevet sem lehet adni. Tehát az azt jelenti, hogy mind fiúra, mind lányra alkalmazható, ez teljesen hát értelmetlen lenne. Aztán az is fontos, hogy úgy legyen magyar név, hogyha idegen eredetű is, azt fonetikusan, tehát magyarosan kell leírni. Tehát az, hogy Jennifer, az mindenképpen J-vel. És hát az, hogy ne legyen fölháborító, vagy hogy mondjam, elnézést, butaság az a név, mert én már hallottam, hogy valaki a gyerek hogy fiúnak vagy lánynak, azt nem tudom, a radiátor nevet akarta adni. Az elutasított női nevek között szerepel például a Cukorka, Főni és Táblácska. Férfi utónevek között pedig a Balaton, Ádmány és Zété. A szülők több helyről is gyűjtenek ötleteket a névválasztás során. Egyrészt fantázia név, hogy a szülők kitalálnak valamit, és akkor ezt kell eldönteni a bizottságnak. Másrészt pedig esetleg valamilyen idegen eredetű, vagy nagyon régi eredetű név, és ilyenkor a bizottság meg is keres szakértőket, hogy valóban kutassa ki, hogy ez indiai eredetű, vagy bármi egyéb a név, és valóban lehet alapja, hogy valamilyen szépirodalmi műben találkoztak ezzel, így például Vörös Sándornak a Bóbita művje alapján a Bóbita keresztnév, vagy a Maminti, ugye, ami egyébként a Lázár Ervin meséjéből ered. A legnépszerűbb keresztnevek listája az elmúlt 2 évben nem változott, de ezek között csak a hagyományosnak számító utónevek szerepelnek. Fiúknál a Bence, Máté és Levente, amíg lányoknál az Anna, Hanna és Jázmin vezeti a sort.